Köszöntöm Önöket, ez a Paletta magazin november 19-én, kedden este 3:48-kor itt a Fehérvár televízióban. Koncertsorozat az Alba Régia szimfonikus zenekarral, régi mesterségek nyomába eredhetünk a Szabad Művelődés házában, valamint kötet bemutató, megismerhetjük Víziváros történetét. Ezekkel a témákkal jelentkezik mai kulturális magazin műsorunk, ne menjenek sehova, már is kezdünk. Köszöntöm Paletta kulturális magazinunk nézőit. Vendégem Major István, az Alba Régia szimfonikus zenekar igazgatója, és hát itt van a hétvége, az évvége előttünk. Hétvégét mondtam, de hát a hétvégén is lesz már komoly koncert, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, és ez egy különleges időszaka a zenekar életében is. Az esztendő végén tornyosulnak az események előttünk, jobbnál jobb koncertek várják a klasszikus zenerajongókat. Kezdjük is már is egyből, 11-25, tehát november 25-én végre mondom én, vendégünk lesz Ránki Dezső, a Szerelem Madarai című koncert. Azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy ismét szembesüljünk vele, hogy mi mindent tud a művész. Valóban egy különleges koncert előtt állunk. Részben már az élményt megélhette a zenekar, hiszen áprilisban a Budapesti Tavaszi Fesztiválra kapott meghívást az Alba Régia szimfonikus zenekar. Ez egyébként egy nagyon nagy dolog, mert tudomásom szerint mindösszesen két vidéki zenekar kapott helyet ezen a fesztiválon, és ott Ránki Dezsővel eljátszhattuk már Ravel zongora versenyét, amelyet most november 25-én ismét megismétlünk itt Székesfehérváron. Azonban még annyit hozzátennék, hogy az egész évünk azt gondolom nagyon intenzív volt, tehát most nem érzem annyira, hogy az év vége az még intenzívebb lenne. Nyilvánvalóan a karácsonyi készülődéshez egy zenekar nagyon aktívan hozzá tud járulni, tehát ilyen értelemben mindenképpen. De hát tudni kell, hogy ebben az évben közel 150 koncertet adott, vagy ugye fogadni még a zenekar, úgyhogy nagyon intenzív éven vagyunk túl, de visszatérve a Szerelem Madarai című koncerthez, különlegesség a koncertnek rögtön a nyitószám. Ötvös Péternek egy darabját mutatjuk be, és mindezt tesszük azért is, mert Ötvös Péternek 75. születésnapját is ünnepeljük ezzel ennek a műnek az előadásával. A Sas siklása az égen, ez a címe a darabnak. Egyébként egy baszk földről származó dallamot dolgoz fel a darabban, és ennek az a jelentősége a koncert szempontjából, hogy a Ravel zongora verseny szintén kötődik ehhez a területhez, hiszen Ravel kedvenc nyaralóhelye volt a baszkok földje, és nagyon sokat merített ő is annak a népnek a zenéjéből. Ötvös Péter egyébként a különleges hangszereket is felvonultatja, amelyeket hát a baszk nép használ ebben a darabjában, vagy legalábbis, ha nem is konkrétan, hanem utánozva a szimfonikus zenekar hangszereivel. És aztán a szünet után pedig hát abszolút maradunk a környéken, hiszen Bizet híres Kármennyének egy feldolgozását hallhatja majd a közönség. Ez megint csak egy rendkívül népszerű és romantikus mű. Szcsedrin orosz zeneszerzőnek a feldolgozásában, szvít formájában hallhatja majd a közönség. A különlegessége a műnek, azt tudni kell, hogy Szcsedrin felesége egy balerina volt. És egy balerinának mondjuk a Kármen téma, az megindítja a fantáziáját. És a férje volt olyan jó hozzá, hogy gyakorlatilag egy balettet komponált a felesége számára, vagy a feleségének ajánlva, és ebből lett ez a suite, és a suite-nek az érdekessége az, hogy egy óriási vonóskart hallhat majd a közönség, és 5 darab ütős szólistát, akik a létező összes ütőhangszert előkeresik a hangszerraktárból, és fantasztikus, de tényleg azt mondom, hogy ez egy kifejezetten romantikus mű lesz, úgyhogy aki szereti a nagy romantikát, az nagyon fogja élvezni. Érdeklődéssel várjuk, mint ahogy a Farkas Ferenc hangversenybérlet sorozat következő előadását. Ugye
a partitúra ifjúsági hangverseny is lesz, Oresteja. Igen, tehát de most akkor a partitúra ifjúsági sorozatban december másodika. Itt a második alkalom lesz az idei évadban, hogy a gyerekekkel találkozunk. Ismét 4 koncerten adjuk elő ezt a műsorunkat a Vörösmarty Színházban. Egy görög karmester, Notis Georgiou lesz a vendégünk, aki egy görög témát hoz természetesen, és ő nem csupán karmesterként érkezik, hanem a műnek az egyik zeneszerzője is, és ez egy, hát valamelyest kortárs, hát a kortárs zene egyértelműen, viszont az ókorban nyúlik vissza, az ókori görög mitológiából vesz témát, és az lesz a műsornak a koncepciója és az érdekessége, hogy egy eredeti görög művész szájából hallhatunk a görög mitológiáról, hoz nagyon sok képet a témákkal kapcsolatban, és ehhez a jelenetekhez, konkrét mitológiai történetekhez kapcsolódó zenéket hallgathatnak meg a fiatalok. 5-én pedig a Viktória Rehabilitációs Központba is ellátogat a kamarazenekar, Dvorzsák és Mozart dallamai csendülnek fel. Érdeklődéssel várjuk, azt hiszem, ezt is. Nagyon fontosnak tartjuk a zenekar életében azokat a pillanatokat, amikor valahol tényleg igazán jót tehetünk, valahol tényleg igazán kapaszkodót nyújthatunk azoknak az embereknek, akiknek lelki támaszra van szükségük, és azt gondolom, hogy a Viktória Rehabilitációs Központ lakói számára nagyon sokat jelent, hogy a zenekar, mondhatom, most már évről évre visszajár oda, és nagyon értékelik a munkánkat, és nagyon várják mindig az alkalmakat, hogy találkozzanak a zenekarral. A körülmények annak adnak lehetőséget, hogy egy kisebb formációval jelenjünk meg ott náluk, hogy a terem méretéből adódóan itt 2 kamarazenei mű fog elhangozni, egy Mozart vonósötös, illetve egy Dvorzsák szerenád, ami pedig hát fúvósokat, vonósokat egyaránt felvonultat. Aztán jön a Somorjai Ferenc hangverseny bérlete, az Ars Oratoria, és méghozzá a Magnum Mysterium Altoriai Andrással. Azt hiszem, hogy ez már sikersztori, ez a beszélgetős klasszikus zenei est. Most inkább azt emelném ki ebből a koncertből, hogy a Somorjai bérletünk, ami ugye kamarazenekari bérletként lett meghirdetve, így indítottuk el még 2017-ben, az idei évben kibővült. És nem az az érdekesség, hogy most 4 koncertből 5 lett, hanem kamarazenekari és kórus bérlet lett. Tehát az Ars Oratoria kórus. Hogy az Ars Oratoria kórus belekerült. És itt nagyon hangsúlyoznom kell, hogy ez egy óriási vívmány ma, hogy egy kamarakórus létrejön, és egy kamarakórus tud működni, és rendszeresen koncertezik. És hogy ez itt Fehérváron megadatott, ez egy nagyon nagy adomány a számunkra. Ennek az új professzionális kamarakórusnak a koncertje, adventi koncertje lesz december 7-én, és itt nagyon fontos elmondom, hogy mivel a bérlet iránt nagyon nagy volt az érdeklődés, kezdetben a szemináriumi templomba terveztük ezt a koncertet, így is lett meghirdetve a bérlet, de már a koncerteken hirdettük, de ezúton is szeretném a közönséget tájékoztatni arról, hogy a Ciszter templomba kellett áttennünk a koncertet, mivel nem tudtunk volna már több jegyet eladni, teljesen megtelt a szemináriumi templom, és úgy gondoljuk, hogy aki főleg karácsony előtt a ilyenfajta lelki táplálékra, zenei szépségre kíváncsi, annak szeretnénk mindenképp lehetőséget biztosítani, hogy részt vehessen, úgyhogy így a Ciszter templomba várjuk majd december 7-én a közönséget. Ebben a műsorban egyébként nagyon sok zeneszerzőnek a reneszánsztól egészen napjainkig különféle karácsonyhoz kötődő művei sorakoznak. Egyébként az Ars Oratoriáról annyit, hogy ugye a Leon Cavallo Requiemnél hallhattuk őket, a Szent Sebestyén templomban fantasztikus ez a csapat, úgyhogy ez meg
megint megerősítése a klasszikus zenének Fehérváron. No, menjünk tovább, Szent Imre templom, ez már a karácsonyi koncert. Ezt nagyon várjuk, hiszen Händel, Messiása csendül majd fel, Dubocki Gergely vezényel, négy remek szólista, és itt lesznek a Fehérvárt reprezentáló kórusok is. Mármint az Alba Régia, Vegyes Kar, az Ars Oratória természetesen, és a Primavera is. Igen, hát ez a minden évben megrendezésre kerül karácsonyi koncertünk. Igazán nagy apparátust vonultatunk fel, mert több mint 100 fős kórus lesz, hogy itt a helyi kórusok, az Alba Régia, a Vegyes Kar, a Primavera kórus és az Ars Oratória kórus egyesül ezen a koncerten. Mozart érdekes módon hozzányúlt ehhez a Händel műhöz, és több apró változást eszközölt benne. Nyilván próbált egy picit aktualizálni már a saját korára és a saját ízlésvilágára, így például, hogy egy példát mondjak, a barokk korban még ugye ismeretlen és egyáltalán nem használt hangszer a klarinét, ami ebben a verzióban viszont már megjelenik. Bizonyos áriákat is áttett mondjuk a szopránból a tenorba, vagy a basszusból az altba, tehát egy picit így megvariálta, és ami fontos különbség és jól hallható különbség lesz, hogy nem angol nyelven hangzik el a mű, hanem németül, tehát Händel messiásának a Mozart-féle változata hangzik el majd december 20-án a Szent Imre templomban. Nagyon jó lesz, bizonyos vagyok benne. És akkor nincs más hátra, mint elsője, ugye új év, New Year, New York, hova máshova látogathatnánk el virtuálisan a zene hangján keresztül, Bernstein Gershwin és sok-sok amerikai zeneszerző, és ami fontos, hogy itt lesz velünk Tompos Kátya és Gájer Bálint is, és természetesen a Fehérvár Big Band, ők sem hiányozhatnak. Igen, azt gondolom, hogy a lényeget elmondtad. Az újévi koncert mindig egy vidámabb hangulatú esemény, nagyon nagy népszerűségnek is örvend, hiszen már most az első előadás teljesen megtelt, a második előadásra pedig már csak korlátozott számban vannak jegyek. A műsor két részből fog állni, az első felében két nagy klasszikust idézünk meg, Gershwint és Bernsteint. Először elhangzik az Egy amerikai Párizsban Gershwintől, majd pedig Bernsteinnek a West Side Story suite-je. Szünet után viszont egy picit, hát maradunk Amerikában, de egy kicsit más formában, hiszen lesz két szólistánk, Gájer Bálint és Tompos Kátya, aki Frank Sinatra-tól, Cole Porter-től fogják énekelni számokat, és a szimfonikus zenekar kíséri őket, és csatlakozik a zenekarhoz a Fehérvár Big Band is. Ők maguk is fognak szólószámot is játszani, illetve együtt a zenekarral, jól kiegészítik majd ebben a jellegű műsorban egymást. Én azt gondolom, hogy jól indul az az év, és jól zárul az idei, mert azt hiszem, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar is nagyszerű évet zárt, ezt a zenerajongók is elmondhatják, úgyhogy hajrá, én azt gondolom, hogy nagyon sokan ott lesznek ezeken a koncerteken, mint ahogy a jövőre is kívánok jó munkát, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönjük szépen mindenkinek a támogatását, és köszönöm a beszélgetést. A magyarországi alkotó művészek Nyugat- és Közép-Dunántúli regionális társaságának a szervezésében, valamint a Szabad Művelődés Házak közreműködésében nyílt meg az a kiállítás, amely a régi ritka mesterségek nyomában címet viseli. A tárlaton kézműves hagyományokkal, értékekkel ismerkedhetnek meg a szemlélődők. A kiállítás egészen december 2-ig tekinthető meg a Székesfehérvári Kulturális Intézményben. Fúr a szél, szállókat, szállítja a jakat. A Hungarikum együttes egyedi magyar dallamaira nyílt meg a Szabad Művelődés Házában a Régi Ritka Mesterségek Nyomában című kiállítás. A tárlaton olyan népi iparművészek mutatkoztak be, akik alkotásaikkal egyszerre váltották ki a nézők csodálatát, és kalauzolták el az emberfiát az ősi mesterségek tárgyakkal megidézett varázslatos világába. A MALT Egyesület célkitűzése, hogy ismeretterjesztést is folytasson, és szeretnénk, hogy a kézművesekről egyre több ismeret is kerüljön az emberekhez. Ez egy sorozatnak a folytatása. Ez most a régi ritka mesterségek kiállítás, ahol egy könyvkötő, egy mézeskalács ütőfás, papírmerítők, faszobrász és esztergályosok mutatkoznak be.
A tárlatot megnyitó Áment Éva, a régi ritka mesterségek szakmai bizottságának vezetője, aki maga is bútorfestő, köszöntötte azokat a küldetéstudattal megáldott mestereket, akik munkájukkal hitet tesznek a régmúlt átörökítése mellett. Én magam is tárgyalkotó vagyok, a teremtés, az alkotás oldaláról fogom megközelíteni a megnyitó gondolatokat, hiszen az a tény, teljesen mindegy, milyen mesterségről beszélünk, hogy egy anyagból egy olyan alkotás készül, amit lélekkel, szívvel, gondolatokkal készítünk, az mindenféleképpen egy pozitív folyamat, tehát megélni is nagyon izgalmas, amikor pedig a végén egy nagyon szép késztárgyat látunk, és ezt a lélekkel teli gondolatsort viszont látjuk, és közvetíteni tudja ez az alkotás, akkor úgy gondolom, hogy a készítőjét valóban alkotónak hívhatjuk. A magyar kézműves hagyományok nem engedik meg az értékvesztést, minden elvesztegetett pillanatért kár, ezért is fontos, hogy a kézművesek tartsanak össze és becsüljék meg lehetőségeiket, vallja Fábri Zoltán. Azon kell, hogy igyekezzünk, minden alkotó kollégánknak azt kell, hogy figyelembe vegye, hogy a jelenkorban az örökölt tárgyalkotó kultúrának jellegzetes motivumkincsét, formakultúráját úgy tanítsuk meg, úgy adjuk át a fiataloknak, hogy a jövő generációja is tudja élvezni a két kéz munkájának értékét, örömét, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor ez a fiatal generáció sokkal szegényebb lesz. És a jövőben ennek a zseniális tevékenységnek, amely most megjelenik, és mindenki számára megnézhető, és tulajdonképpen talán kézbe is fogható, beleértve a könyvkötészetet, az esztergálást, a faragást, a mézeskolás ütőfa készítését, ezek mind azon fontos megjelenési formái a kultúránknak, amit mindenképpen tovább kell, hogy adjunk a jövő generációjának. A mézes kalács a mesék csábító édegségének motívumai mindig egyediek és különlegesek, Seregély Mirtil alkotó emberként készségszinten ad töbletet a csodához, olyan ütőfákat készít, ami még inkább csábítóvá teszi a finomságot. Külföldi út kapcsán Bolapiacon járva ismerkedtem meg az első kis gyönyörű faragott formákkal, és ott szerettem bele Svájcban ezekbe a süti mintázókba, és amikor hazatértünk, akkor találtam rá egy-két faragóra, akik itthon is készítenek hasonló dolgokat, és így indult ez a dolog hobbiból. Van már népszerűsége, ismertsége, hiszen ezek különleges dolgok. Hát ez egy gyönyörű, nagyon régi hagyomány, több száz éven keresztül ez jelentette a mézes kalácsot. Igazániból a faragott, gyönyörű, negatív minták díszítették a kalácsokat, és így ilyen puritánok, ennyire letisztultak voltak a mézes kalácsok. Hogy van-e hagyománya? Van, persze. Nagyon kevés mézes kalácsos még készít ilyet, viszont az a célunk, hogy visszahozzuk ezt a gyönyörű hagyományt. Köf Jenő a famestere nem csak Székesfehérváronikon, kiválasztottként olyan szakmai életutat tudhat magáénak, ami feljogosítja meghatározni és hirdetni a kézművesség mindenek felettiségét. Nincsen olyan fa, amiből ne lehetne valami szépet készíteni. Hát vannak olyan fák, amit ugye használati szempontból alkalmazunk, van, amit meg kifejezetten az esztétikai élmény miatt. Egy ilyen kiállítás mennyit tesz hozzá az eddigi szakmai pályafutásodhoz, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy régóta itt vagy, és mégis mindig valami új, valami más egy-egy tárlat. Örömmel csináljuk, és ennek az a titka, hogy minden darab fában benne van valami, és amikor kibontjuk, akkor látjuk igazán, hogy milyen szép, és hát ez adja a következő ötletet, vagy a következő gondolatot, hogy megint egy újabb alkotás hozunk létre, ami egyrészt ugye az ismerőségnek is örömet szerez, meg hát magunknak is, amikor készítjük ezeket a tárgyakat. Vince Mátyás csodái a papírmerítés és könyvkötészet borzongatóan szép, a valaha voltat fenségében megmutató tárgyai, egyszer adnak reményt és valamiféle emelkedett hangulatot, amire talán még Gutenberg is bólintott volna. Mi megpróbálunk a könyvkötészeten belül olyan különböző művészeti, szinte művészeti ágakat bemutatni, amelyik különbőrös könyveknek mondjuk az egyik részét, aztán van egy olyan, hogy ilyen kreatív oldal, ami ilyen mondhatni művész könyveknek elnevezett, és akkor azon kívül pedig vannak csoportosítva, itt a kiállításon is látható a ilyen esküvői csoport, ami egy egészen más technikát kíván. A bőrös munka az megint egy más technikát kíván, de sajnos nagyon kevesen művelik ezt már,
nem csak az, hogy a bőrös az egy nagyon ritka, de a magát a könyvkötészetek is nagyon kevesen. Ez a legnagyobb fájdalom. A nejem az országos iparta, könyvkötők országos ipartestületének az elnöke, és hát sajnos nagyon fogyunk. Nagyon fogyunk. Az utánpótlás nem jön, nem érkezik, de mi megpróbálunk azért úgy fennmaradni, és megpróbáljuk úgy népszerűsíteni ezt a szakmát, hogy a szemnek is tetszetős legyen, és funkciójába is ellássa a dolgát. De hát azt hiszem, hogy a könyvek azért még magukért beszélnek. A kiállítás összegzése nem is lehetett más, mint köszönet a művelődés szervezőknek, hogy az elfeledett mesterségek 21. századi képviselőinek, papírmerítőnek, fafaragónak, mézeskalácsosnak, könyvkötőnek hitet és reményt adtak, hogy helyük van a jelenben és a jövőben is. Kötet bemutatóra várták az érdeklődőket a Szent István Király Múzeum országzászlótéri épületébe. Ezúttal egy újabb fehérvári városrésznek a történetét, mégpedig a vízivárosnak a történetét ismerhették meg. Rostási Néhegedűs Mária munkájáról egyébként hamarosan egy hosszabb portré beszélgetést is láthatnak magával a szerzővel. Itt a Fehérvár televízióban jövő héten kedden 18 óra 5 perc kör lesz majd a vendégünk a szerző a Fehérvári Beszélgetések című műsorban, de jöjjön most az összeállítás a kötet bemutatóról. Megjelent Rostási Szabó Imréné Hegedűs Mária új kötete, a Mi vízivárosunk. Az ízig-vérig lokálpatrióta szerző ezúttal otthonát szűkebb környezetének múltját mutatja be. Demeter Zsófia Székesfehérvár élő lelkiismereteként a város minden rezdülését ismerő segítőként mentorálta a kötet megszületését. Azt gondolom, hogy mindenkinek, és a városnak, a városlakónak, és hát most magamat azonosítom a szakmával, a szakmának is üdvözölni kell. Itt olyan városi bemutató könyv keletkezett, szándékosan nem mondom, hogy történet, várostörténet, ami olyan módon vezet be ebbe a régi városba, hogy szinte érezzük a kövezetnek a visszhangját, a hangulatát egy-egy utcának, pedig nem tesz mást a szerző, mint házról házra a régi vízivárost házról házra végigveszi. Ki lakott itt, ki volt a szomszédja, mivel foglalkozott, hányan laktak abban a házban. Olyan hangulatosan és olyan személyesen teszi, hogy azt gondolom, hogy valóban először a vízivárosiaknak, aztán az összes többi városrész lakóinak szolgálhat például, akik esetleg hasonlót gondolnak csinálni vagy támogatni, és mindannyiunknak, hiszen azt gondolom, hogy ha tudunk valamire olyasmit mondani, hogy ez a mi vízivárosunk, akkor tudjuk azt is mondani, hogy ez a mi Székesfehérvárunk. A Mi vízivárosunk a 19. század elejétől kalauzol el bennünket a városrész múltjában. Hiteles forrásként, elsődleges adatközlőként ismertet meg bennünket azzal az úttal, amelyet a történelmi időszakban bejártak az ott élők. Megismerhettük az iskolát, az iskolásokat, a tanárokat, az iparosok mindennapjait, egykori épületeket, köztereket egyaránt. Amikor elkészült a székesfehérvári Kovács Eleonóra által készített vízivárosi könyv, és azt végigolvastam, akkor úgy gondoltam, hogy talán egy kicsit részletesebben érdemes lenne foglalkozni azzal az időszakkal, ami a háború után és a panelépítkezés előtt történt a városrészbe. Ugyanis a háború éveibe és azután, akik mi ott laktunk, ott születtünk, ott nőttünk fel, ott váltunk felnőtté. Legnagyobb részt régi fehérváriak, tehát több generációs fehérváriak. Erről az időszakról valahogy nem találtam választ abba a könyvbe. És akkor kezdtem el részletesen foglalkozni a vízivárossal, az ott lakó emberekkel, az ottani üzemekkel, azoknak a létrejöttével, megszűnésével, a régi iparosokkal, kereskedőkkel, és nagyon örültem neki, hogy ezzel a témával foglalkoztam, mert nekem nagyon sokat adott ez az időszak.
Rostási Szabó Imrénének köszönettel tartozik Székesfehérvár, hogy hittel, szenvedéllyel, komoly szakmai elkötelezettséggel egy újabb adalékkal szolgált a város történetéhez. Kedves nézőink, Paletta Kulturális magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár televízióban. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!